Hamarosan több mint 150 dolgozójának biztosít lakhatást jelképes összegért cserébe a kisvárdai székhelyű Mastergood Kft. Hogy mindokolta a beruházást, arról is szó lesz mai adásunkban. Előbb azonban nézzük a teljes tartalomjegyzéket. Üdvözlöm Önöket! Tanítsunk Magyarországért. Vállalati pillérrel bővül a pályaorientációs program. Romló tendencia, a fiatalok körében nőtt az öngyilkosságok száma. 600 millió forintos beruházás, két településen épülnek munkás apartman szállók a megyében. Vállalatok nyitják meg kapuikat kisiskolások előtt a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Az érintett cégek betekintést engednek az ott zajló munkába, tanítják és ösztönzik a diákokat. A mentorálásra építő pályaorientációs program során a fiatalok olyan készségeket, képességeket és társadalmi mintákat sajátíthatnak el, amelyek hosszú távon segíthetik tanulmányaik sikeres befejezését és munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Volt mire rácsodálkozniuk az általános iskolásoknak a Michelin Nyíregyházi gyárában. Irkarászon érkeztek 13-an a múlt héten a Tanítsunk Magyarországért program keretében. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Klebelsberg Központ együttműködésében 2018 végén indították útjára. Mindeddig csak egyetemisták mentoráltak diákokat, második pillérként most azonban már kisebb és nagyobb vállalatok is segítik a fiatalok pályaorientációját. Ahogy a világon mindenhol, úgy Magyarországon is vannak olyan települések, amelyek a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol esnek. És azt tapasztaltuk a nemzetközi kutatások alapján és a saját terepkutatásaink alapján is, hogy azok a gyerekek, akik ilyen településeken élnek, munka és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken élnek, számukra megpróbáltatást jelent, vagy nagyobb megpróbáltatást jelent a középiskolába történő átmenet, hiszen el kell kezdeniük rendszeresen utazni, és átesnek egy közösségváltáson, talán az életük első nagy közösségváltásán. És ez az, amiért ők kevésbé sikeresek középiskolában. És arra gondoltunk, hogyha egyetemista mentorok segítségével meg tudjuk könnyíteni számukra az átmenetet. Hetedikes általános iskolás koruktól többet megmutatunk nekik a világból, ahogy tetszik, megmutatjuk nekik a világot. Ingyen tudnak utazni a Tanítsunk Magyarországért kártyával, meg tudják ismerni a leendő iskoláikat, a leendő munkahelyeiket, akkor kisebb megpróbáltatás lesz számukra az átmenet a középiskolába, és nagyobb valószínűséggel fogják elvégezni a középiskolát. A kormány szóvivő az üzemlátogatást megelőző tájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a Tanítsunk Magyarországért a közösségekben rejlő erőről szól, egyúttal lehetőség is a közösségépítésre. Nagyon fontos a gyerekeknek egy olyan korban, amikor egy fontos választás előtt állnak, hogy tovább tanulnak, vagy nem, illetve hogy milyen irányba tanulnak tovább, tudjunk nekik olyan alternatívát kínálni, ami számukra tényleg vonzó tud lenni. Ennek a programnak nagyon fontos lába az, hogy a gyerekek egymással is töltsenek időt, illetve a mentoraikkal is töltsenek időt, ezekkel a több száz egyetemistával, aki önként vállalja ezt a mentorációs feladatot. Éppen egy korábbi állomáson, a múlt héten olyan asztalokat adtunk át, ami minden résztvevő közel 60 általános iskolában, illetve a mentoráló egyetemeken is megtalálható, ezzel is segítve azt, hogy akár ilyen játékos módon is tudjanak egymással ismerkedni a srácok. A broncsokat mozgató robotokat is láthattak a Michelinben a gyerekek, akik végigjárták a gyártás különböző fázisait a félkész termék beérkezésétől, a nyers a broncs felépítéséig, vulkanizálásáig, ellenőrzéséig. A multinacionális vállalat azt próbálta bemutatni a fiatalok számára, hogy mennyi szakma, mennyi ember és tudás kell ahhoz, hogy gumiabroncs készüljön. Lássátok, hogy működik az ipar, milyen posztok vannak egy iparban, hogyan teremtünk gumiabroncsot, azon keresztül hogyan teremtünk értéket, és azon keresztül hogyan szolgáljuk a társadalmat is mindenkinek. Noha a nyíregyházi üzemben is egyre nagyobb teret kap az automatizálás, az emberi tényező még mindig elengedhetetlen. Az emberi jelenlétre mindig is szükség lesz. A kézi munkaerőre bizonyos fázisokban szükség van, más fázisok teljesen automaták. De attól, hogy egy folyamatot automatizálunk, ettől még az emberekre éppen úgy szükség lesz, csak az emberek fogják a gépeket felügyelni, tervezni, telepíteni, karbantartani. Tehát az, hogy automatizálunk,
Számomra nem az emberi munkának a mennyiséget fogjuk megváltoztatni, hanem sokkal a minőségét, vagy azt a kompetenciát, amire szükségünk van arra, hogy egy automatizált gyárat tudjunk működtetni. Nyilván általános iskolásokról van szó, de mennyi reményt fűz mondjuk a cég ahhoz, hogy akár közülük is kikerüljenek a jövő dolgozói itt a cég számára? Hát én nagy reményeket fűzök hozzá, de hogyha nem hozzám fognak jönni ezek a fiatalok dolgozni, hanem valahova máshova, ugyanolyan boldog leszek, mert mint felelős foglalkoztató a fő célunk a programmal az az, hogy megmutassuk a gyerekek számára, hogy az iparban dolgozni, ezeket a szakmákat megtanulni, ez egy nagyon jó indulás egy életpályának. A Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott a programhoz. Hallgatói jelenleg mindegy 200 gyereket mentorálnak a megye 9 iskolájában. Rendszeresen találkoznak velük különféle foglalkozások keretében, kapcsolódva a mentor program 3 eleméhez. Az első elem egy 30 órás felkészítő kurzus, ahol tréningelemekkel tarkítottan foglalkozunk elméleti tananyagokkal, utána kapcsolódik hozzá egy 3 napos tábor. Ebben a 3 napos táborban a hallgatóink kapnak további képzéseket, valamint találkoznak azokkal a gyerekekkel, akiket mentorálni fognak, és ezek után történik meg az, hogy az egyes iskolákba mehetnek ki a mi hallgatóink a gyerekekkel való foglalkozás céljából. Gyakorlatilag heti 6 órás állandó foglalkozás történik a gyerekekkel, amiben nyilván van a szabadidős tevékenységtől kezdve a tanulás segítésén át sokfajta feladatunk van. Ebben a fél évben kiemelt feladatunk 2 darab van, a pályaorientációjuknak a segítése. A feladatunk másodszorban pedig a gyerekeknek az online tanulásának a segítése, tanulva a COVID helyzetnek az előző fél évi eseményeiből. A programban jelenleg 7 hazai egyetem 377 hallgatója dolgozik együtt, összesen több mint 1600 mentorától az ország 58 településén. A cégek közül pedig eddig már közel 150 jelezte részvételét, közülük több mint 30-a már szerződést is kötöttek. Ezek a vállalatok már biztosan megnyitják telephelyeiket, betekintést engedve a náluk zajló munkába, tanítva és ösztönözve a diákokat. A fiatalok így belülről ismerhetik meg a munkavilágát, olyan készségeket, képességeket és társadalmi mintákat is elsajátíthatnak, amelyek segíthetik pályaválasztásukat, tanulmányaik sikeres befejezését, és aztán majd munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Bár Magyarországon az elmúlt 10 évben csökkent az öngyilkosságok száma, a fiatalok körében ez az adat az ellenkezőjét mutatja. Úgy tűnik már a 11-12 éves korosztály is veszélyeztetetté vált. Az alapvető jogok biztosa egy korábbi vizsgálatában megállapította, hogy az országban mindössze 60-70 gyermek pszichiáter dolgozik, és számos rosszul lefedett körzet van, ezért a családok felelőssége még inkább megerősödik. Az öngyilkossági statisztikai mutatók romló tendenciát mutatnak a 10-19 éves korosztályban. Lupák Éva klinikai szakpszichológus arra mutat rá, hogy bár a testi fejlődési folyamatok hamar lezajlanak, a lelki és pszichés érés még nem megy végbe egyidejűleg, és a kognitív érési folyamatok sincsenek kifejlődve ebben a korban. A problémák feldolgozása ezért rendkívül nehézzé válik a gyermekek számára. Az öngyilkossági gondolatokat, fantáziákat, vagy bármi, ami megjelenik sérülőkorban, esetleg kis sérülőkorban, ezeket érdemes nagyon-nagyon komolyan venni. Attól függően, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hát ez csak a hormonális változásoknak köszönhető, mégis azért valahol egy segélykiáltás van a háttérben, amire fontos figyelnünk. Az, hogy ez mondjuk már akár 11-12 éves korban is előfordulhat, én azt gondolom, hogy ennek hátterében egyrészt az áll, hogy a fejlődésnek az üteme a gyerekeknél az utóbbi időben rendkívüli módon felgyorsult. Tehát mi korábban azt mondtuk, hogy ilyen 15-16 éves korban kezdenek el serdülni a gyerekek, ez most már ilyen 10-11 éves korra szerintem a legtöbb szülő észreveszi, hogy a gyerekében elindulnak ezek a változások. Nyilván a hormonális változások, a testi változások is sokkal korábban elkezdődnek. Az ehhez kapcsolódó érzelmi viharok, az ehhez kapcsolódó érzésekkel való megküzdésnek a nehézsége szintén megjelenik, illetve nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ugye az információ áramlás is nagyon-nagyon felgyorsult az utóbbi időben. Tehát egyre több tartalom hozzáférhető
a gyerekek számára egyre többet tudnak a világról. Még korábban sokkal beszűkültebb volt a látásmód, ezért ez így nagyon kinyílt az utóbbi időben. És talán ezek így mind közösen hozzájárulnak ahhoz, hogy sokkal több mindent kellene feldolgozniuk, sokkal több nehézséggel kellene megküzdeniük, de ugye a kognitív érési folyamatok, a gondolkodási folyamatok nem elég érettek ahhoz, hogy ezeket a rengeteg információt és érzéseket fel tudják dolgozni, és talán ezzel hozható összefüggésbe. Váratlan krízis folyamatok is hatással lehetnek a gyermek pszichés mentális állapotára. A gyermekekkel kialakított bizalmi kapcsolat a tragédia megelőzésének a kulcsa lehet. Ez egy olyan tragédia, hogyha bekövetkezik az öngyilkosság, ami valószínűleg feldolgozhatatlan a család és a szülők számára, és ebben az esetben sem az a jó megoldás, hogy bűnbakokat keressünk, vagy hibáztassunk bárkit, hanem fontos hangsúlyozni, hogy itt a prevenció lenne, a megelőzés lenne a legfontosabb. Tehát, hogy vegyük észre, hogyha a gyerek bajban van. Tehát 11-15 éves korban azért személyiség torzulásról még nem szoktunk beszélni, hiszen ott még folyamatosan fejlődésben van a személyiségnek a szerveződése. Arról tudunk beszélni, hogy ezekben az időszakokban rengeteg egyébként is kialakuló fejlődési krízisen mennek keresztül a gyerekek. Tehát az, ami az életkorukból adódóan, amit az előbb is említettem, hogy megjelennek a különböző hormonális változások, ugye továbbtanulásnak a lehetősége, akkor itt már azért szóba kerül egy kicsit a szülőkről való leválás, az összehasonlítás a kortársakkal. Tehát ezek azok a fejlődési normatív krízisek, amiken minden serdülő alapvetően keresztül megy az élete során. Illetve ehhez jöhetnek még olyan különböző ilyen váratlan krízis folyamatok, akár a szülőknek a válása, akár mondjuk egy iskolai konfliktus, vagy kiközösítés, vagy ugye az utóbbi időben azért ezek az ilyen interneten megjelenő támadások, piszkálódások nagyon gyakran központi témái, akár a híreknek is. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet a háttérben, ami miatt a gyerek azt érzi, hogy nincs más lehetősége. És akkor ilyenkor szoktuk behozni a prevenciót, a megelőzést, hogy az a szülő, akinek sikerül egy önbizalmi kapcsolatot kialakítani a gyerekével, amiben ezek a történések kimondhatóak, lehet ezekről beszélni, tudnak segítséget nyújtani, azért ezekkel olyan nagyon sokat tudunk csökkenteni az öngyilkosságnak az előfordulásán, vagy akár azon, hogy esetleg egy kísérlet is bekövetkezzen, illetve fontos, hogy ezeket nem érdemes tabusítani. Tehát az, hogy beszélünk arról, hogy esetleg lehetnek ilyen gondolatok, ez egy tévhit, hogy ez megnöveli az öngyilkosságnak a valószínűségét, ez abszolút nem növeli meg, sőt, sokkal inkább nyíltan lehet tenni, hogy igenis akár lehetnek ilyen gondolatai a gyereknek. Az, hogy ez a szülőnek a felelőssége-e, hát az elsődleges közegünk az mégiscsak a család, de nyilván nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok, vagy azok, akik a gyerekkel érintkeznek, azért ők is nagyon sok időt töltenek a gyerekekkel, és bármikor, ha azt teszik észre, hogy esetleg megváltozott a viselkedése, jobban beszűkül, a korábban esetleg a ilyen csevegősebb, vidámabb gyerekből egyszer csak azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon visszahúzódó, nagyon zárkózott valaki kezd kialakulni, akkor azért ezeket a jeleket így érdemes figyelembe venni. Vagy például elkezd mondjuk többet fantáziálni a halálról, olyan verseket ír, olyan zenéket hallgat, hogy azért ezekre úgy tényleg érdemes odafigyelni. Az, hogy ez most váratlanul következik-e be, vagy pedig inkább egy ilyen hosszabb folyamat, én azt gondolom, hogy azért ezek inkább ilyen egymásra épülő folyamatokból történnek. Tehát az a gyerek, aki alapvetően biztonságban érzi magát, és alapvetően megvan az a közege, amiben ő boldognak tud lenni, egy-egy történés nem fogja kibillenteni. De ha nagyon sok minden történik egymás után, és nagyon sok minden rakódik, akkor az elvezethet oda, hogy esetleg nem mer róla beszélni, és egyszerűen nem lát más kiutat, csak ezt a fajta megoldást. A gyermekekre növekvő nyomást helyez a közösségi média használat, a korlátozások nélküli tartalomfelhasználás, a rendkívüli információhalmaz, amelyeket a fiatalok képtelenek feldolgozni, és abban eligazodni. A korlátok felállítása és a közösségi programok kialakítása kulcs lehet a gyermekekkel való kapcsolatban és a pozitív személyiségfejlődésben. A gyerekeknél ezért is nagyon nehéz, hiszen alapvetően akár egy pszichológiai tanácsadásról, vagy egy pszichológiai terápiáról, pszichoterápiáról beszélünk, akkor is szülői beleegyezés mindenféleképpen szükséges. Tehát, hogyha az az alapvető feltevésünk, hogy mondjuk a családon belül történik valami olyan dolog, amit a gyerek nem tud feldolgozni, ez lehet akár családon belüli bántalmazás is, akkor ugye nagyon nehéz a szülőket
kihagyni az egész folyamatból. Én mindenképpen azt javasolom, hogy vagy találjon egy olyan felnőttet a környezetében, akár valamilyen közeli hozzátartozót, akár pedagógust, akár a barátjának a szüleit, akivel esetleg tud erről beszélni, és felnőtt tud neki segítséget nyújtani. Ha ez esetleg nem elérhető valamilyen oknál fogva, azért interneten megtalálhatók olyan krízisközpontok, olyan telefon, akár telefonos krízisközpontok telefonszámai, ahol szintén hozzáértő segítők tudnak tanácsot adni. Tehát nem egyszer fordul elő, hogy a gyerek sajnos maga kérvényezi a családból való kiemelését, vagy a család akár lakásotthonban történő áthelyezését, ami tényleg egy nagyon szomorú helyzet, és sajnos a legtöbb gyerek idáig nem jut el, tehát hamarabb választja azt az utat, hogy esetleg önmagában kárt tesz, mint hogy a szüleivel szembe menjen, hiszen hogyha belegondolunk, azért a szülőkkel szembeni lojalitás és kötődés azért az nagyon erős, még akkor is, hogyha ez egy nagyon negatív közegben történik. Ha van egy jó kapcsolat, amiben belefér az, hogy megosztjuk az élményeinket, amikor elmeséljük azt, hogy esetleg amikor, mert nyilván nem lehet eltéteni a gyerekeket sem a közösségi médiától, sem abszolút az internet használattól, hiszen ezt el kell fogadnunk, hogy az életük részévé vált. De az, hogy ők milyen tartalmakat érnek el, azért azt gondolom, hogy a szülők felelőssége is, hogy felügyeljék, hiszen egy 11-12 éves gyerek nem tud olyan döntést hozni önmagával kapcsolatban, hogy ez számára esetleg mennyire tud kártékony lenni. Tehát igenis valahol annak a megfelelő kontrollnak és határok biztosításának nagyon jelen kell lenni, hiszen a serdülőkornak pont az egyik központi kérdése a határoknak a kialakítása. Hogy meddig mehetek el, hogy mennyit tudok megtenni, mi az, amikor vissza kell lépnem, és ezekben a szülők tudnak alapvetően segíteni a gyerekeknek. És amikor mondjuk van egy olyan kapcsolat, amiből belefér az, hogy elmesélik, hogy mi történik, leszabályozzuk mondjuk, hogy mennyi az, amit az interneten tölthet, és próbálunk a gyerekek számára olyan programot biztosítani, ami nem feltétlenül a szobában egyedül történő internetezés, hanem igenis valahogy kimozdítani, közös programokat kialakítani, ami tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen a legtöbb szülő nagyon sokat dolgozik, aztán ott van a házi munka, amit el kell végezni, de valahogy ezt mégis érdemes figyelembe vennünk, hogy ezeknek a gyerekeknek ebben az időszakban fejlődik leginkább a személyisége. És ez az egyik legérzékenyebb periódus, amikor nagyon sokat tudunk segíteni, de nagyon sokat tudunk ártani is attól függően, hogy melyik irányba mozdítjuk el őket. XXI. Századi igényeket kielégítő munkás apartman szállók épülnek a megyében. A közel 600 millió forintos beruházáshoz a Mastergut Kft. Több mint 260 millió forintos támogatást kapott az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. A Szabolcs-Bákai és Nyírkarászi szálláson összesen több mint 150 dolgozónak biztosítanak majd lakhatást jelképes összegért. Az elmúlt 6 évben intenzív növekedési pályára állt a kisvárdai székhelyű, baromfivágással és feldolgozással foglalkozó Mastergut Kft. Mind a termelési kapacitás, mind a dolgozók létszámát illetően. Míg 2014-ben még 32-33 millió csirkét vágtak le éves szinten, idén a tervek szerint már 70 milliót. Ez az idehaza feldolgozott mennyiség mintegy 40%-a. A nagyobb eredményességhez a megfelelő műszaki és technikai feltételek mellett elegendő dolgozó is szükséges. 2015-ben elkezdett fejlesztés eredményeként vállaltunk 500 munkaerő foglalkoztatást, amit további két kisebb pályázatban még durván 100-100 fővel szintén megemeltünk, tehát közel 700 fő olyan új munkaerő van a Mastergutban, ami egy héten heti 6 nap és két műszakban végzi a munkát, a csirkefeldolgozást, darabolást, csomagolást. Nyilván ezt nem úgy kell elvégzelni, hogy mindenki egy héten 6 nap jár be dolgozni, hanem megfelelő forgásban mindenki 5 napot jár, hol délelőtt, hol délután, de az üzem így tudja leadni ezt a hatalmas teljesítményt, nevezetesen heti 1,5 millió csirkevágást. Egy ilyen üzemben, ha
bármilyen fokból kifolyólag egy órára megáll, vagy lelassul, vagy éppen akadályozza van a termelés, ennek az üzemnek az egy órás rezsiköltsége 5,8 millió forint. Három évvel ezelőtt a cég azzal szembesült, hogy először a minőségi munkaerő kezdett el hiányozni a munkavonalakról, később ez mennyiségi hiányba is átcsapott. Főleg a tavaszi mezőgazdasági munkák és őszi betakarítás idején több hétre kiesett 120-150 ember, akik ezekben vettek részt. Akkor döntött úgy a Mastergood vezetése, hogy megpróbálja a környékben ide a távolról érkező dolgozókat is odavonzani, azzal, hogy emberi és kulturális hatási körülményeket biztosít számukra. Ezért egy közel 600 millió forintos beruházás részeként több mint 260 millió forintos támogatással két településen, Nyírkarászon és Szabolcsbákán építenek munkásszállót, amelyeket apartman szállodaként definiált az ügyvezető igazgató. Képzős, önálló apartman egységekben laknak a munkavállalók, ezek önálló fürdőszobával, WC-vel rendelkeznek, nagyon nagy közösségi terekkel, ahol akár minden család képes egyszerre egy időben sütni, főzni. Ugyanúgy vannak higiéniai részei ennek az apartman hotelnek. Nagyon sok beépített mosógéppel, kifugával és természetesen közösségi terekkel, ahol szabadidőt megfelelő kikapcsolódásra fel tudják használni. Szerencsére ezen a két helyen, az egyik helyen egy 8000, a másik helyen majdnem 6000 négyzetméter kert is tartozik az apartman hotelhez, és a ott lakók bárki, bármilyen területet föl tud fogni magának, még a veteményezéshez szükséges vetőmagot, növényvédőszert, adott esetben nitrágyákat is biztosítjuk, tehát egy igazi családias légkörű és egy igazi élhető környezetet akarunk megteremteni azért, hogy az emberek itt eresszenek gyökeret. Úgy látjuk, hogy ez a 150 fő, ha ide tartósan letelepszik, akkor ezzel hosszú távon megoldódik a munkaügyi problémánk. És nem csinálunk belőle titkot, hogy ide családokat is, főleg fiatal házasokat várunk, és akik itt ebben a közösségben szocializálódnak és a cégcsoportnál hosszú távú jövőt terveznek, annak a jövőben a lakhatási körülményeket egy emelt szintű, tehát akár lakásépítési támogatással is, vagy akár környék falvaiban eladó lakóingatlanok megvásárlásával is támogatni fogunk. Azért esett erre a két településre a választás, mert mind a Nyírkarász, mind Szabolcsbáka ideális helyen van és erős munkaerőbázisa a cégnek. A dolgozók lakhatását havi 10.000 forintos jelképes összegért biztosítják. Ez is egy nagyon fontos eszköze a jelenlegi dolgozók megtartásának. Milyen más eszközökkel próbálják ugyanezt a célt elérni, akár olyan cégen belüli fejlesztési tervekkel, amik szintén segítenek a munkahely megtartásban? Azt tudni kell, hogy Európa egyik legkorszerűbb feldolgozó üzeme a kisvárdai. Ott effektíve eltűnt a fizikai munka, vagy inkább így mondom, még a középnehéz fizikai munka is eltűnt, mert a legnehezebb tárgy, amit egy dolgozó mozgat egy szalagra történő pakolásnál, egy 80 dekától másfél kilóig műanyag tárcában csirke termékek, viszont nagyon fontos a precizitás, nagyon fontos az odafigyelés, mert ezeken a pontokon dől el a minőség, amit a fogyasztó joggal elvár egy ilyettől, mint a miénk. Éppen ezért nagyon komoly kedvezményeket dolgoztunk ki a nem apartman szálló vendégeink részére is. Például azok a dolgozók, akik a hónap 22-23 munkanapján minden nap megjelennek a munkahelyükön, kapnak úgynevezett munkába járási prémiumot, bruttó 25.000 forint. Ugyanazok a dolgozók, akik a hét minden munkanapján, amikor be vannak osztva, bejönnek a gyárba és elvégzik a munkájukat, 3,5-4 kg
baromfi hús kapnak teljesen szabályosan leadózva, tehát ilyen prémiumokkal, ilyen kedvezményekkel látjuk el a dolgozóinkat. A Baromfi Coop Kft. Évi 65-70 millió tojás termelő tyúkállományaiból bizony kikerül 3-4 millió olyan tojás, amelyik nem megy keltetőbe, vagy azért, mert kétszikű, vagy azért, mert apró. Ezeket is egy ilyen jelképes áron a dolgozóinknak rendszeresen értékesítjük. Tehát számtalan olyan lehetőség van egy vállalkozás részéről, hogy megbecsülje a dolgozóit, és főleg az, hogy a dolgozó is azt érezze, hogy meg van becsülve, és azért ide kívánkozik még egy szám, és ezt nem szégyeljük, hogy ezek az úgynevezett betanított munkás kollégáink azért havi 205 és 220 ezer forint közötti nettó fizetést visznek haza. És hogyha már a számoknál és a dolgozóknál járunk, maradjunk is itt egy picit. A létszámot említette korábban is, én ennek kapcsán kérdezném azt, hiszen tavasszal, amikor legutóbb egy hosszabb interjút adott nekünk, akkor egy ilyen 50-80 főt említett, akik a természetes lemorzsolódás kapcsán kerültek ki a cégtől a koronavírus járvány első hullámában. Most így a második hullámban mennyiben módosult a létszám, illetve sikerült-e mondjuk esetleg korábbiakat visszavenni, hiszen tavasszal ezt is egy opcióként említette? Úgy fogalmaztam, hogy nekünk a COVID-járvány úgynevezett horzsolásos balesetet okozott, tehát nem tört a csontunk, nem szenvedtünk maradandó gazdasági kárt. A márciusi negatív cunami után volt egy április-májusi durva visszaesés, ekkor volt ez a bizonyos 50-60 fős lemorzsolódás. Azóta, hát ha nem is pontosan ugyanazokat az embereket, de azóta ezt az 50-60 embert pótoltuk, és stabilan arra törekszünk, hogy az átlag napi hiányzó létszám az valahol a 20 fő alatt legyen, mert azt még műszakonként lehet kezelni, ahogy az átlag hiányzó létszám meghaladja a 25-30 főt, ott bizony a gyártóvonalat lassítani kell, a vágási darabszámot csökkenteni kell, és az már gazdaságileg nagyon-nagyon nagy károkat okoz. Hogyha már a vágási darabszámnál járunk, erre is említett tavasszal egy számot, akkor azt mondta, hogy éves szinten 8-10%-kal kisebb lehet a levágott csirke mennyiség. Ez a szám, ez nagyjából most is hasonlóan látszik, tehát úgy számolnak, hogy körülbelül ennyi visszaesés lesz erre az évre? Igen. Ez a 8-10% ez reális, bár okozott kellemes meglepetést nekünk az augusztus-szeptember hónap. A október hónap közepén vagyunk. Én azt gondolom, hogy inkább a 8% körül lesz ez a visszaesés, mint a 10. Nyilván egy-egy ilyen rendkívüli időszakban nem feltétlenül a fejlesztést tartja szem előtt akár egy nagyobb cég sem, de önöknél most egyébként van-e tervben bármilyen infrastruktúrális fejlesztés a cégnél, amiket a közeljövőben vagy a következő években szeretnének megvalósítani? Határozott ütemben és tempóban növekszünk és fejlesztünk. Ebben az évben befejeződik a kisvárdai gyárnak a belső technológiai gyártóvonali fejlesztése. Áthúzódik 2021-re egy úgynevezett automata raktárépítés. Úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas toronyépületet, ahova robotok viszik be palettánként a becsomagolt, lefagyasztott csirkehús termékeket, és a megrendelés igényének megfelelően robotok is hordják majd ki a kamionba, és teszik a megfelelő kamionba a megfelelő összetételű árut. Ez a fejlesztés ez olyan jövő június-júliusra befejeződik, és ezzel úgy Kisvárda rendben van. Hátra van még tengerkapacitás növelése, hátra van még a állati fehérje feldolgozónak is további kapacitás növelése. Ez a projekt egyébként 3 hónapja kezdett el termelni. Ez alatt azt kell érteni, hogy a vágó üzemből kikerülő összes melléktermékeket feldolgozzuk.
A csirketollból úgynevezett toll is készül, ami elsősorban a haltakarmányoknak a kiváló alapanyaga, még a lágyanyagokból, a zsigerekből, a különböző nem étkezési célú nyersedékekből pedig húslisztet, baromfi húslisztet és baromfi zsírt készítünk. Ezek is mind-mind a pet food szektornak az alapanyaga. Befejeződött Nyírmadán a nagy takarmánykeverő üzemünk építése, finom hangolás van, annak is egy része áthúzódik január-februárra, és aztán igazából baromfi telepi fejlesztéseket tervezünk a 2021-22-23-as években. Ennek a célja pedig az, hogy kiváltsuk a külföldről elsősorban a Romániából érkező élő csirke szállítmányoknak a állategészségügyi, logisztikai rizikóját, és elsősorban itthon tartjuk azt a profitot, azt az eredményt, amit a csirke nevelésen jelen pillanatban a román csirkehízolók tesznek zsebre. A Master Good Kisvárdai egysége egyébként Közép-Európa legnagyobb csirkefeldolgozó üzeme. Ennyi fért ma 35 perc című műsorunkban, amelyen legközelebb hétfőn jelentkezünk friss adással. Addig is további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!